Már nem csak a zöldséget, de a gyümölcsöt is aranyárba mérik a piacokon. A sárga barack ára az egekben van, de a nektarinért és más gyümölcsfajtákért is milyen a pénztárcába kell nyúlni. Az egész Európát érintő tavaszi fagyok miatt néhol csak a termelés harmadát tudták leszüretelni. Emiatt emelkedtek az árak, amelyek úgy tűnik maradnak is. Így néznek ki a gyümölcsárak most a búzatéri piacon. A magyar barack kilónkénti ára a 850 forintot is elérheti, de a dinnye, szilva, alma ára is mind meghaladja a tavait. Most kijöttem szilvát venni, az is drága tavalyhoz képest, tavaly előtthöz, mert én minden éven írom, hogy mennyiért tudom megvenni, és nagyon drágák, nagyon. Később meg szerintem még drágább lesz ősszel. A választék bőséges, de az árak is az egekben vannak a búzatéri piacon. A vásárlók így alaposan meggondolják, miből mennyit vásárolhatnak, és azt is, hogy hol. Ugyanis stand és stand között is vannak különbségek. Van olyan, hogy őszi barackot például 398-400 ér, és akkor van olyan, ami 500 fölött és 600 fölött is van. És akkor kedvezőet választja az ember. Az egész Európát érintő tavaszi fagyok miatt néhol csak a termés harmadát tudták leszüretelni. A csökkenő kínálat pedig jelentős áremelkedést hozott. Köszönöm szépen. Nem csak a sárga dinnye ára ilyen borsos a piacon. A kereskedők szerint az áremelkedés minden gyümölcsre érvényes. Ez szerintem annak tudható be, hogy az időjárás viszontagságai kicsit rosszak most a gyümölcsekre. Sok eső. A magyar dinnye jelenleg drágább, mint a külföldi, de a vásárlók ettől függetlenül általában ragaszkodnak a hazai termékekhez. Van, amelyik 150-200%-ot emelkedett, főleg a barack, a szilva, ugyanúgy a sárga dinnye, meg a görög dinnye is, már ilyenkor már olcsó volt, jó, de most a görög dinnye is kicsit később érett. Sok volt a csapadék, minden, nem volt a jó időjel, a szélsőséges volt, de úgy veszük észre, hogy nagyjából elfogadó az árak az áruházakhoz képest. Jó hír, hogy például a sárga barack már akár 450 forintért is elérhető, de az ősziért egyes helyeken csak nem 600 forintot kérnek. A maguk 1000 és 2000 forintos árukkal jelenleg az áfonya és a fekete ribizli a két csúcstartó. Az árak a kereskedők szerint nem változnak jelentősen ezen a nyáron.